Kedves zöld barátaink, szervusztok! Üdvözöllek titeket innen Budapestről. Én Kanász Nagy Máté vagyok, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnöke, és Budapest 4. kerületének, Újpestnek az egyik alpolgármestere. Mint tudjátok, Magyarországon egy populista, a demokráciát egyre inkább leépítő jobboldali kormányzat regnál, de 2019-ben az önkormányzati választáson az a szövetség, aminek a zöldek is résztvevői voltak, sikert értek el itt Budapesten, hiszen számos budapesti kerületben és a fővárosi közgyűlésben is többséget szereztünk, és ezekben a kerületekben és a fővárosban a zöld szempontok érvényesülni tudnak. Tehát érdemes dolgozni, és sikereket lehet elérni. Ebben a nehéz helyzetben is sikereket lehet elérni, amikor a járványhelyzet és a kormányzati megvonások egyszerre sújtanak bennünket. Az ellenzéki vezetési önkormányzatok is küzdenek és dolgoznak ebben a válsághelyzetben, és a szociális-gazdasági válság kezelésében és a járványhelyzet elhárításában nagyon sokat tesznek, de sikerült olyan területeken is eredményt elérni, amik egyértelműen a zöld célkitűzésekhez kapcsolódnak. Így lett például kerékpáros barát Budapest belvárosa, hiszen a Nagykörút mentén kerékpáros sáv létesült, de így lett, mögöttünk van a Duna, és így lett a pesti alsó rakpart is visszaadva a lakosságnak, hiszen legalább hétvégente lezárják a rakpartot az autósok elől, és megnyitják a sétálni vágyóknak, a kirándulni vágyóknak és a kerékpárosoknak. A Dunát visszaadták a lakosságnak. Nálunk van egy szlogen, amiben mi nagyon-nagyon hiszünk, hogy a jövő zöld lesz, vagy nem lesz jövő, és én nagyon-nagyon drukkolok nektek, hogy a különböző szociális és zöld célkitűzéseket meg tudjátok valósítani. Remélem, hogy sikerülni fog. Sok sikert nektek!